Belicki Gergelyre találkoztunk, régi játékosunkkal, ex-játékosunkkal, Kaposvár színeiben, az NBA-ben tértél vissza a Ferencvárosában, a Bubom Arénába. Ilyen érzések voltak benned, amikor a mester azt mondta, hogy Gergő, pályára léphetsz. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon izgatottan vártam ezt a pillanatot, hogy pályára léphessek a Bubom Arénába először. Én nem voltam itt, ez volt az első alkalom. Szerettem volna bizonyítani, mint a vezetőedzőnek, partnerominak, hogy megváltozik a bizalmat. Hát egy elég rakkolós meccs volt, főleg miután váltam, igyekeztünk helytállni, megszerezni az első pontunkat, pontjainkat. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. Jövő héten az Zalaegerszegen lesz egy kiki meccsünk, megpróbáljuk begyűjteni az első pontjainkat. Hogyan látod egyébként a mérkőzés tekintetében? Meg lehetett volna itt azért a helyzetek tekintetében. Nagy nyomást gyakorolt nyilván a Ferencváros, de azért voltak nektek is helyzeteitek. Mi hiányzott az egy ponthoz? Te hogy látod? Ezt hát, hogyha a realitást nézik, akkor lehetett volna ez egy több gólos tradi győzelem is. Kovacsis Krisztián szerintem egy extra klasszis teljesítmény nyújtott, hogy csak egy gólos vereséget szenvedtünk. A támadó játékban jobban fel kellene vállalnunk azt, amire képesek vagyunk és ami bennünk van. Nem hiába jutottunk NB2-ből NB1-be. Ezeket kell rendezni a fejekben, és akkor szerintem sokat fogunk tudni. Mi a legnagyobb élményed, mint társi játékosként? Ami szívesen eszedbe jut most, hogy így, ha már itt találkoztam. Hát megmondom őszintén, hogyha visszatekintek az elmúlt időszakra, akkor egyértelműen az Etónak szerzett gól Ferencváros színeiben. Az egy fantasztikus érzés volt, hogy a szurkolókat után, amit átveleztem, amit körül kaptam pozitív energiát. Ha már említetted a szurkolókat nálam már zárszóként, vagy megszokottként, mit üzennél nekik? Kívánok, hogy szerezzék meg a következő